Ez mind emlékek, 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 emlékek. Elején villa ugye elfordult kicsit, például, tehát semmi nem volt, ment, motoroztunk utána. De a kezem az megsérült. Uh-huh. Na akkor motorozásnál jobbokám az eltörött az kétszer, balbokám volt eltörve. Biztos látni lehet, itt van-e. Itt csont hiányzik, nincs csont. Lehet látni a gödröt. Még itt a... Ez átment a traktor rajtam, itt még versennél buktam. A lábtartónak a helye, vagy mi ez. Szóval mindenem sérült. Bordatörés, nem tudom hajtani az ujjamat, ez csak ez hajlik. Úgyhogy össze van kötve szikszalaggal kesztyű, hogy ebben együtt menjen. Jó erős ez a kezem máskülönben azóta. Vas van benne, itt fő vagyok vágva, vas van csavarokkal. A jobb kezem mi a csuklom volt eltörve. De érdekes, ezt levágtam a gipszet egy hét után, és ez jó. Ezt meg műtették, sajnos elvágták ezt, ami ezt mozgassa. Ez el van vágva itten, lehet látni. Agyrázkódásom is volt a kecskeméti bukásnál, akkor eltört a bokám, eltört a könyököm, azért rövidebb a kezem, kisebb a kezem. Mindig dolgoztam, tehát én mindig valamivel foglalkoztam. Tehát nem voltam tétlen az életemben soha. Kikerültem Ausztráliába, a másik hét után az 5 évet ledolgoztam 2 műszakba. Hát biztos figyelnek most, akik ezek hallgassák. Tehát reggel 3-1 héttől dolgoztam 4:20-ig az Asszínba, Móricz Asszín, De Soto, Fargo, Döcs. 4:30-tól 11:30-ig villanhegesztő voltam, Tom Bond, Bódi Büldünger, Vaga-Vaga úton, mint heggesztő. És ezt csináltam 5 évig, hogy annyi pénzt gyűjtsek össze, hogy hozzak egy sporthondát, hoztam hozzá alkatrészeket, főtengelycsapokat, még alkatrészeket, hoztam egy Volkswagen terrautót, dupla fülkést, azt is én csináltam dupla fülkésre a karosszéri özembe, majd Magyarországot átalakítottam egy év alatt busznak. Burgasztól Svédország felső részéig, azt végig ismerem az utat, el is mondom. Tehát Burgasztól kezdve, aztán le egészen Franciaország dél alá, Franciaország, Svájc, föl Budapest, akkor Zakopáné, Csecsin, akkor föl, át Malmön, Huszkarna, utána a Mantor, de először mentünk Mölbibe, utána elmentünk Svédországot, összejártuk, a királyi palotába is voltam. Tehát mindenhol, minden nevezetéséget a világon, vagy Európában megnéztünk. A Rómát tetődő talpig. Egy hétig laktam Rómába, Kolosseumtól 100 méter abba a parkba, az autóba aludtunk, mert akkor nem lehetett így helyet találni. Kaptam papírt, tehát telefont, hogy jönnek, szóval vigyem ilyen és ilyen napon, ezelőtt 5 héttel. 5 héttel ezelőtt, vigyem el reggel 7-re, érjek oda, be is írta. Ő még úgy gyanútlanul, odaértem a 7:30 felébe, olyan rossz volt az út, én átmentem, Szekszár Tamási. Tamásitól körödbe mentem. Hát én megbántam, mert 30-an mentem, mert olyan kacskagőr, mert rázós volt az út. Úgyhogy rám került a sor délbe, és délbe 3:30-ig, tehát 3,5 órát tartott a szerviz. Rengeteg zsinór volt ráakadva, nem mehettem oda,
át kellett adnom a motort, én beültem a szalomba, és az ablakon köztül láttam, hogy négy ilyen emelő rendszerre, de voltunk vagy 25-en, akik sorba jöttünk oda be. Tehát az olajcserét nem hagyományos módon, hanem ennek lesz így, a négy olajpumpája van, az Erne, ennek az S, Panigáli S-nek, V4-nek. Négy olajpumpája van, kettő visszafelé dolgozik, tehát gyűjti az olajat, másik kettő meg ugye az olajnyomást adja a forgó részekhez. És hihetetlen rengeteget fényképezték, a tárcsafékét, közölték velem, hogy 70 grammal könnyebb a fék tuskóm elő, mert ez például két darabú van, nehéz, az meg egybű van marva. Akkor mutatták a lökésgátló, 12 fokozat hátul. A motornak van elektronikája, kipörögésgátló. Külön a motornak van szabályozza, hogy leveszi a gázt ő maga. Akkor szívótorokat, akkor a váltó oda-vissza vált, kupolmékű. Utána lehet az ABS használni mind a két kerékre, vagy az egyik kerék. Tehát mindenit elmagyarázták, hát és a szerviznek éje volt, 10 000 nélkül vinnem a legközelebb szerviz, nagyon szigorú a szervize. Én leengedtem, én megijedtem, hogy majd nem szervizzék le, mert én a motort leengedtem 80-ra az ülését. Tehát 83 helyet, mert hátul 6,5 centivel magasabb volt a sarkantyúja. Hát mindig belerúgtunk, még én. Hát nem tudok már átlépni rajta, mondom, hát samedlit kell mellé tenni. Hát ki az Isten visz magával egy kis samedlit. Na most a motorom 81-re állítottam az ülés magasságot, hát érezni, hogy alacsonyabb, de ugyanúgy az első villát is leengedtem, ne a csopperos legyen, tehát fölhúztam a szárait, lehet állítani mindent milliméterre, és mindent elektromosan állít. 32 fokozat a lökésgátló, nyomófokozat, 30 nem tudom mennyi a húzófokozat, úgy szintén a hátuljának. Hihetetlen, hogy mindent elektronikával lehet állítani. 181 vagy 2 kiló 17 liter benzinne. Tehát 164-5 kiló. Érdekes dolog, hogy az R, a Ducati 1098 R Superbike, ez is olyan nehéz. Ennek is minden magnézium, meg itt van a sárvédő, ugye látszik, hogy könnyű, vékony az egész, semmi nincsen. Minden magnézium, a blokkja, a blokk oldalak, a hengerfej tetejek, minden magnéziumban van lenni. A kereke még hihetetlen könnyű, mert az R motornak hátul 5 küllője van, a Panigáli V-nek még 3 van csak. Hogy merték rábízni erre a vékony kis küllőskékre ezt a 226 lóerőt. Az R az hivatalosan 182 plusz 18 lóerő, mert tuningot vettem hozzá, termioni dobok vannak, vastagabb csövekkel, tehát ki lett cserélve az R-nek az összes csöve. Csövei és a kifogó dobjai. De megkaptam hozzá a szériát, a titánból van, Akropovics. De vékonyabbak a csövek kisikét. Az R-ne, az S V4-nek pedig gyári dobja van, nagyobb ömlővel, mint a simának.